Dél-afrikai fekvenyomó világbajnokságon megrendezett versenyen a vésztői Marvel Team három sportemberrel képviseltette magát. Szabó Lilit, ezüstérmest, Balogh Nátánt, aranyérmes világbajnoki címvédőt, és Cserna Jánost, ezüstérmest, nagy örömmel és gratulációval fogadta vésztőváros a hosszú hazaút után. Szabó Gézáné alpolgármester köszöntötte őket, és pár gondolattal gratulált a versenyzőknek a sikereikhez. Ismét eltelt egy év, úgy látjuk, hogy ez a tér már ilyen téren egy hagyományt fog őrizni, hogy itt köszöntjük a vésztő híres sportolóit, akik nagyon szép eredményt értek el, és ilyen kis lelkes csapat várja és szeretné köszönteni és gratulációjukat átadni. Kezdem először talán a legidősebbel, aki lassan 50 éves lesz, és rendre hozza a szép eredményeket, többszörös magyar bajnok, és nagyon szeretné azt a legfényesebb érmet elérni, de mindig közbe jön valami, de nem baj, én azt mondom, hogy ez is nagyon gyönyörű, hogy ezüstérem egy világbajnokságon, akik most itt vannak, dél-afrikai köztársaságból jöttek, és megmérettetésen túl vannak. És az, hogy ilyen tartósan, nem tudom, 2007 óta versenyzik, vagy 2007 óta versenyző, és rendre hozza a nagyon szép eredményeket. Én azt hiszem, hogy ez elismerés és gratuláció illeti önt, és főleg önt, de a csapatot is, meg az edzőt is. Hiszen ezt a szép eredményt, a tartós eredményt nem lehetne elérni, hogyha nem lenne az emberben ilyen óriási akaraterő és kitartás, és természetesen adottság is. Köszöntöm még egyszer, és nagyon gratulálok! Lilit köszönteném, aki a korosztályos ifjúsági kategóriába ezüstérmet szerzett. Ő neki most sikerült, és összeszedte magát, és azt mondom, hogy elkerülni a világ túlsó részén, és ott megmérettetni magát idegen környezetbe, mindent. Azt hiszem, hogy olyan elismertséget szereztél a szemembe, és azt hiszem mindenkinek a szemébe, hogy igen, kicsordulnak a könnyek, úgyhogy kívánok sok-sok sikert, és jó egészséget, és szép eredményeket. És akkor Balogh Nátánt is köszönteném, aki a legfényesebb érmet szerezte Dél-Afrikában, és már másodszorra szerezted meg az aranyérmet egy világbajnokságon, és szinte a testsúlyod háromszorosát voltál képes kinyomni. Én azt hiszem, hogy ez borzasztó akaraterő, rátermettség, adottság, minden össze kellett, hogy jöjjön, és összejött, és gratulálok az aranyéremhez. Kívánok neked, edződnek, és sok sikert, nagyon szép eredményeket is még. Gratulálok! Lenne, ha legközelebb minél sűrűbben találkoznánk ezen a téren, és köszönhetjük megint az ifjú bajnokokat. Jó egészséget, kitartás és jó sportolást kívánok! Megkérdeztük Szabó Lilit, Balogh Nátánt és Cserna Jánost, hogy hazaérve hogyan érzik most magukat. Hát fáradtan, nagyon hosszú volt az út, de megérte. Jó volt ott Afrikában kint. Hát szintén ezt tudom mondani. Az út az nagyon fárasztó volt. 30 órája szinte fent vagyunk egy húzamba, de viszont tényleg nagyon megérte ezért. Nagyon jó verseny volt hosszú úttal, de nagyon jó volt, amíg az is.
Kíváncsiak voltunk, sikerült-e a maximumot kihozniuk magukból a versenyen. Nem, nekem nem sikerült, én más terveztem, szerettem volna egy olyan 95 kilót nyomni, 85 kiló sikerült, de majd legközelebb. Hát nekem se sikerült, úgy, ahogy terveztem, én 200 kiló fölött szerettem volna nyomni. Utolsó évesifiként 188 a világrekord, és 200 fölött szerettem volna egy nagy rekordot beállítani. Csak az első két nyomás az technikai okoz miatt nem sikerült. Aztán a harmadikra pedig már nem akartam kockáztatni, úgyhogy maradt az első a világbajnoki cím. Maradt a 180, és így. De ennek is nagyon örülök. Talán én sem 270-et nyomtam, és olyan 80-90 közt képes lettem volna, de most alkalom volt arra, hogy Európa csúcsét nyomjak, és megpróbáltam, és az most sajnos nem sikerült. A versenyzők elért eredményeiről kérdeztük Berke Lórándot, hogy milyen véleménnyel van. Rendkívül eredményeket ért el Dél-Afrikában, minden várakozás felülmúlt, több mint egy fél évet készültünk erre a versenyre, és mindhárom versenyző hozta formáját. Igaz, Nátán most a világcsúcsot nem tudta megdönteni, de legközelebb össze fog jönni. Maximálisan ugye ezt a formát vártam tőlük, Nátán a világcsúcsa nem jött össze, de ez legközelebb össze fog jönni, ez egy taktikai dolog volt, hogy most nem nyomta meg. Gratulálunk az elért sikerekhez a versenyzőknek, és további szép eredményeket kívánunk nekik.